Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ahol megnézzük az ő szív üzenetét. Mi az, amit közöl veled, mi az, amit szeretne mondani, de nem mondja ki, milyen gondolatai vannak, hogy lát téged. Mi fűz össze benneteket, ezek a kérdések ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Először megnézzük az ő jelenlegi helyzetét. Hát, ha ő ez a férfi, ezt úgy értem, ha te egy hölgy vagy, és itt erről a férfiről van szó, akkor bizony ő áll a középpontban. Az egész világ körülötte forog. Ő most fontos, és elvárja azt, hogy mások észrevegyék őt, hogy megkapja az elismerést. Az is lehet, hogy ő irányítja a dolgokat, mindennek úgy kell lenni, ahogy ő ezt tervezi. És mi az ő gondolata, mi az ő terve? Itt lesz mozgás, kilép ő egy bizonyos helyzetből, megvan a könnyűség, végre fel tud lélegezni, hiszen itt érezhető a levegő eleme, közeledik hozzád, beszélni akar veled. De, mint látjuk, ő áll a középpontban, és elvárja azt, hogy te felfigyelj rá. Az érzelmei. Vannak nála félelmek, hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Fél attól, hogy ő elveszít valamit vagy valakit. Például fél attól, hogy kiadás lesz, pénzveszteség, fél attól, hogy elveszíti a munkáját, fél attól, hogy nem akarsz beszélni vele, fél attól, hogy elveszít téged. És mit fog közölni? Jaj, de szép! Nagyon-nagyon szép, hiszen nem csak ő áll a középpontban, tehát nem olyan egoista, hanem rád is odafigyel, és elmondja azt, hogy mennyire fontos vagy számára. Sőt, lehet, hogy arról is beszámol, hogy fél attól, hogy elveszít téged. És most megnézzük az, mi az, amit szeretne kimondani, de nem mondja ki. A kulcs az jelenteti a magabiztonságát, néha a zárkózottságát, néha a nyitottságát. Ő bizonyára használta ezt a kulcsot, mert valamit lezárt az életében, és kinyílik egy új ajtó, ezek a változások, a lehetőségek. Az is lehet, hogy itt arról van szó, hogy fél attól, hogy elveszít téged, de nem mondja ki, mert zárkózott. Kicsit változtatok itt a képen. Nem szeretem, ha ilyen fertén állnak a kártyák. Jó, így már jobban látni. És hogy lát téged? Tiszta érzelmekkel közeledik hozzád, és látja a te tisztaságodat is. Itt előre folyamodnak az események, tisztázódnak valamit, így lát téged, hogy tiszták az érzelmeid, a gondolataid, és megbízik benned. Mi fűz össze benneteket? A mozgás, hogy együtt fogjátok
indítani ezt az új irányt, előre mennek a dolgok, itt folyamodnak az események, tisztázódik valami. Lehet, hogy fél attól, hogy valaki közeledik hozzád a múltból, ezért vannak a félelmek, hogy elveszít téged, beszélni akar veled, biztos akar lenni a dolgában, de erről nem beszél, de lesz közeledés, és itt tisztázódik köztetek valami. És ez volt az általános szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.